Nincs még egy nemzet, amely múzeumot emelt volna a nyelvének, s ünnepnapon emlékezne meg róla. Az anyanyelvi szervezetek azért fogtak össze, hogy a különböző korosztályokat színes programokkal neveljék édes anyanyelvünk szeretetére. Szerettük volna összegyűjteni az országból a különböző érdeklődésű embereket. Így különböző programokat is szerveztünk, anyanyelvi akadályversenyt, különböző élményszerű múzeumlátogatásokat, kosztümös tárlatvezetést, és azt reméljük, hogy az ide látogatók ezekkel a programokkal együtt kicsit élményszerűbben is találkozhatnak az anyanyelvvel. A rendezvénysorozat része volt az a szimpózium, amelyet Balázs Géza nyelvész játékosan kis gasztroliteratúrai ajándéknak nevezett. Ezen neves professzorok beszéltek az irodalom és a finom ételek kapcsolatáról. Pomogács Béla irodalomtörténész íróink kedvenc ételeit mutatta be. Fráter Zoltán előadásában az Ínyenc Krúdiról beszélt, és egyik írásából idézett egy új helyre vonatkozó passzust. Sátor Alja újhelyi állomásfőnök még az országhatár felé menő, tehát még a nemzetközi vonatokat se engedte el addig, amíg személyesen meg nem győződött arról, hogy minden utasa megvacsorázott. Ki tudja, mi lesz a pasasérokkal, ha átlépték a határt. Maróti István Travecki Balázs a Magyar Vendéglátóipari Múzeum egykori igazgatójának emlékét idézte, majd József Attila kínálgatójából olvasott föl. Kappan sült körítve, szeplőt szaporít a kappan, nem viszi le semmi szappan. Fekete kávé, a fekete törökátok, de hát úgyis megisszátok. Az előadás közben a szomszédos vadételfőző verseny illata terjengett a levegőben. Jókai Mór egyenesen azt mondta, hogy más népeknél az evés az legfeljebb gyönyörűség, de mi nálunk kultusz, és ebben valószínűleg igaza is volt. A jó ételek mellé jó ital is dukál. Balázs Géza professzor a pálinka nyelvezetéről és folklórjáról beszélt, és mindjárt meg is nyitotta a helyszínen a pálinka kiállítást.